Kivételes zeneiesnek lehettek tanulni, akik vasárnap a Szent István Művelődési Házat választották farsangfarki kikapcsolódásul. Székesfehérvár és az ország kedvence Buk Tibor és a nagyszerű horvát fivérek Emi és Péter ezúttal is egy olyan művészt invitáltak meg műsorukba, aki saját műfajában a legmagasabb szintet képviseli. Vendégükkel Lőrinc Judittal, a varázslatos szopránnal, felejthetetlen estével ajándékozták meg a nagy érdeműt. Szembesültünk egy csomó olyan lehetőséggel, egy csomó olyan játékkal, játék lehetőséggel, amiket mi be is építettünk, gyorsan ripsz-ropszit, a technikusokat jól megőrítettük, de be is építettük a kis műsorunkba. Mindenféle meglepetés lesz A-tól Z-ig. Lőrinc Judit a 21. század valóságos meséinek hőse, aki Szolnokról indulva magánénekesként bejárta a földet vendégszerepléseivel, hogy aztán Péter zongora és Emi hegedű kíséretével egyedülálló módon az éj királynőjeként hódítsa meg a klasszikus muzsika barátait Székesfehérváron is. Nagyon örülök, hogy újra, immáron másodjára jöhetek Székesfehérvárra, és üdvözölhetem, és varázsolhatjuk el a nézőket. Én magam nagyon-nagyon nagy izgalommal jövök minden koncertre, de különösen Fehérvárra, hiszen tudom, hogy itt a fiúknak már egy múltjuk van, ha így fogalmazhatok, és hát számomra is ez egy nagy megmérettetés, hogy itt lehetek közöttük, akik annyira összeszoktak. Minden esetre a Teltház megerősítette, a koncert az ideális helyszínen a rendhagyó műsorválasztással együtt teli találat volt, a közismert opelet slágerek és a sok más kedvelt nóta bizonyosan elkíséri a zenebarátokat.